Isten igéje élő és ható. Hallgasd minden nap, valld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Atyám, az Úr Jézus nevében jöjjünk Te hozzád, Uram, és hálát adunk, Uram, a Te mély jelenlétedért, Uram, a Te mély folyódért, Uram. Te vagy a mi édes barátunk, drága édes Szent Szellem. Te vagy a mi szerelmünk, Uram. Köszönjük, Uram, hogy a Te kezedben biztonságban vagyunk, hogy a Te kezedben gondoskodás van, Uram. Nálad, Uram, megvan minden, Uram. Hálásak vagyunk ezért, Uram. És szeretünk Téged, Uram. Köszönöm, Uram, hogy Te tudod, hogy egyen-egyenként kinek mire van szüksége, Uram, és Te tudsz megelégíteni és megnyugtatni, Uram, egy természet fölött való módon, Uram, a Jézus nevében. Felemeljük a Te nevedet, Uram, és szeretünk innen Téged, a Jézus nevében. Amen. Hát, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kis történet van a szívemben Izsákról és Rebekáról. Az egész mondandónak a címe, hogy Isten tökéletesen gondoskodik. Tehát ha te most itt vagy, és vannak problémáid, vagy nem tudod, hogy ki lesz a házastársad, azt hiszed, hogy Isten nem gondoskodik rólad. Isten csodálatosan fog gondoskodni. Amikor én újjászülettem, én nem akartam férhez menni. Úgy gondoltam, hogy elég volt férfiakat látni az életbe, és úgy gondoltam, hogy elég nekem az Úr. Olyan mélyen betöltötte a szívemet, olyan mélyen betöltötte az egész lényemet, hogy úgy gondoltam, hogy elég. Nekem ez elég. Lett egy mennyei édes apukám, és amikor van egy mennyei édes apukád, akkor van egy kontaktod velem. De ha mégis férhez akarsz menni, és mégis meg akarsz nősülni, akkor lehet, hogy fog hozzá szólni ez a történet. Ugyanis az Úrnál nem úgy van, hogy erőlködünk, hanem az Úr hozza elénkben a házastársunkat. És ez a csodálatos. Tudjátok, amikor Ábrahám, akitről a féltársaság nem tudja, hogy ki volt, ő a hitnek az atya, jó? Isten azt kérte tőle, hogy áldozza fel a fiát. Ábrahám hajlandó volt erre, és azt mondta, az, amikor nem kellett feláldozni a fiát, hogy az Úr hegyén a gondviselés. És az a lényeg, hogy Ábrahámnak megígérte az Úr, hogy népek származnak tőle, nemzetek. Nemzetek sokassága, hogy bírja majd az ellenségnek a kapuját. És ott volt Izsák, ugye, aki fel lett áldozva, de mégse, de szellemben fel lett áldozva, de nem volt menyasszony. Hogy lesz úgy sokasság, hogy nincs menyasszony? És tudjátok, van egy ige, amikor Ábrahám lejön a hegyről, és azt mondja, hogy az Úr hegyén a gondviselés, utána azonnal van egy ige, később valaki hírt hozott Ábrahámnak Náhorról, mindjárt mondom, Mózes első könyve 22:20-24-ig. Nem olvasom végig az egész igét, az a lényeg, hogy mert nagyon sok név szerepel, ahogy lejött, később Ábrahámnak hozták a hírt, hogy elmondta, hogy Náhornak felesége, Mikálnak fia született, stb. Stb. Aztán keszed, aztán stb. Stb. És megszületett Rebeka. Ábrahámnak hozzák a hírt, lejön a hegyről, megszületik Rebeka. Már az Úr rögtön gondoskodik, hogy ki lesz az a méh, aki kihordja azt a magot, amit Isten Ábrahámnak megígért. Ilyen az Istenünk. Lejött, lemegy a hegyről, és már ott van a következő ige részbe, hogy Isten gondoskodik. Isten egy csodálatos, gondoskodó Isten. És Ábrahámot nagyon-nagyon magasra emelte. Utána azt olvashatjuk, hogy Sára meghal, és Ábrahám mindenképpen arról akar gondoskodni, hogy a fiának megfelelő felesége legyen. És Ábrahámnak van egy szolgája,
Egy olyan szolgája, akiben megbízik. Tudjátok, jó olyan szolgának lenni, akiben az uradnak a szíve bízik. Az a szolga boldog. És van egy szolgája, ami eleolvassuk a Mózes első könyve 24-től 7-ig. Azt mondja, hogy az örökkévaló mindenben megáldotta Ábrahámot, aki magas kort élt meg, mondjad, mindenben megáldotta Ábrahámot. Mindenben. Gondoljátok el, mindenben megáldotta Ábrahámot, aki magas kort élt meg. Egy napon magához hívta a legidősebb és rangban első szolgáját, akire a többi szolga irányítását és minden vagyonát bízta. Jöjj csak ide! Rád akarom bízni, hogy hozz feleséget a fiamnak, Izsáknak. Meg kell esküdnöd az örökkévalóra, ég és föld istenére, hogy nem a kánáni lányok közül szerzesz neki feleséget, nem azok közül, akik ezen a földön élnek, hanem visszamész abba az országba, onnan jöttem. És a szolga felkerekedett, és azt mondja, itt is van egy kijelentés, azt mondja a szolga, megkérdezi, ha az a lány nem akarna velem idejönni, akkor vigyen vissza a fiadat arra a földre. Nem dehogy a fiamat semmi szín alatt, ne vidd vissza. Az örökkévaló az ő istene, égistene kihozott engem apám házába és családjából, kihozott a szülőföldjére és rokonaim közül, megszilárdított engem. És az örökkévaló küldje el az ő angyalát előtted, hogy sikerrel jár. Mondjad, küldj el az ő angyalát előtted, és sikerrel jársz. Tudjátok, amikor erőlködsz, akkor az tele van izzadsággal, de amikor az örökkévaló elküldi az ő angyalát előtted, akkor nem kell erőlködnöd többet, mert egy angyal megy előtted, és elkészíti azt. Tudjátok, Maurice Cerulo, Ronnie Chaveznek az apukája azt mondta, szellemi apukája azt mondta, amíg nincs itt az időzítés, mondjuk az ifire, nincs itt az időzítés, azt mondja, olyan, mintha vajat akarnál felvágni, ami meg van fagyva. De amikor itt az idő, akkor megy a kés a vajba, mint a puha vajba. Amikor itt az idő, akkor minden sikerül. Akkor itt az idő, akkor az Úr elküldi az ő angyalát, és egyszerűen felrázza, bizonyos dolgokat megmozdít, és nem kell erőlködnöd. És az örökkévaló elküldi az angyalát, és sikerrel jársz. És milyen, amikor az örökkévaló elküldi az angyalát? A szolga kiválaszt 10 tevét, egy csomó ajándékot, stb. Stb. És ott van a földön, ahol Ábrahám született, és ebben az időben, mondjad, ebben az időben, szoktak az asszonyok, nem kell mondani tovább, és a lányok a kúthoz jönni, hogy vizet merítsenek a szolgákkor, így imádkozott. Örökkévaló Ábrahámnak, gazdámnak Istene, kérlek, mutasd meg Ábrahám iránti hűségedet, a te jó indulatodat, és segíts meg még ma megtalálni a leányt. Figyeljetek, a szolga nagyon magabiztos volt. Tudod, hogy mikor lesz meg? De a szolga azt mondta, még ma. Még ma akarom látni azt a lányt. Ma akarom tudni. Nem akarok itt. Mondjad, még ma. Még ma akarom a szabadulást. Ma akarom a gyógyulást. Ma akarom az áttörést az életembe. Tudjátok, az ellenség mindig mondja, hogy sok év, mire valaki megszületik. Pásztor azt mondta nekem, hogy úgy tudta lepakolni a házasságot, azt gondolta, hogy a felesége még bölcsödés, vagy óvodás. És tulajdonképpen nem voltam óvodás, de sok évet kellett volna várni. De tudjátok, itt volt ez a szolga, és azt mondta azt, hogy még ma, Uram, még ma, ne vár holnapig, még ma. Ábrahám iránt, így még ma megtaláljam azt a lányt. Nézd, itt állok a kút mellé. Figyeljetek, mikor a városból vizet jönnek a lányok, adj nekem kérlek jelt, hogy lássam, melyik lány az. És az legyen jel, amikor megkérem őket, hogy adjanak innom a korsójukból, amelyik azt válaszolja, így áll csak.
sőt, még a tevéidnek is adok. Arról fogom tudni, hogy ő az, akit Izsáknak szántál feleségül. Így mutasd meg, kérlek, hogy szereted és hűséggel vagy az én gazdám iránt. Tudjátok, ez a szolga, ez nem magáért dolgozott, nem is magáért érvelt, Ábrahámért érvelt. Azért érvelt, mert ő egy hűséges szolga volt. Nem akart ő látszani, ő hű akart lenni, amit Ábrahám rábízott, hű akart lenni az Úrnak a házában. Hű akart, amikor hű vagy az Úrnak a házában, nehéz pillanatokban is, akkor az Úr látja ezt. Nem a teljesítményeink szerint ítél és szeret, de látja a hűségedet és a kitartásodat. És menjünk tovább a Mózes első könyve 24:15-21. Még be se fejezte, mondjad, még be se fejezte az imád. Ez fantasztikus, nem? Azért, amikor az Úrangyal el van küldve előtted, még be se fejezed az imát. Akkor egy fiatal lány közeledik a kúthoz. Korsóval a vállán. Rebeka volt az. Nagyon szép volt. Fiatal és hajadom. Minden stimmelt. Lement a kúthoz, megtöltötte a korsóját, majd indult vissza, akkor Ábrám szolgája odafutott hozzá, és megszólította. Kérlek, adj innom a korsódból. Rebeka azonnal levette a korsót a válláról, és inni adott neki. Így áll, uram. Majd miután szolgai volt még hozzátette, húzok vizet a tevéknek is, és adok nékik, amennyit kívánnak. Sietve hozott, és adott a tevéknek, a 10 tevének, megitatásot a korsójából, amíg csak a tevék eleget nem ittak. És figyeltek, ez gyönyörű. Közben a szolga szótlanul állt, és figyelte, hogy az örökkévaló hogyan ad választ a kérésére, és sikeressé teszi a küldetését, amikor ott van a kairos idő. Te ott állsz, és csak nézed. Csak nézed, hogy Isten mit csinál. Tudod, milyen jó? Jó lesz. Jó az, mikor az Úr csinálja, nem? Mikor nem erőlködünk. Ha ott leszel valahol, nézed, hogy épül a házad, nézed, hogy jól van a családod, nézed, hogy nő a gyülekezet, és igazán semmit nem csinálsz. Semmit. És a szolga nézte, hogy hogy hallgatja meg az Úr a kérését. Amikor már a tevék teleitták magukat, a szolga Rebekának ajándékozott egy fél sékel súlyú aranygyűrűt, ezért érdemes a kútra járni, és ezért érdemes tevéket itatni. Nem tudom, mekkora ez az aranygyűrű. Meg 2 aranykarperecet nem kell, amelyek egyenként 5 sékelt nyomtak. Majd megkérdezte, kérlek, mondd meg nekem, kinek a lánya vagy, ugyanis Ábrahám családjából kellett. Van számunkra szálláshely? Rebeka válaszolta, apám Betuel, akit Milka Nákornak szül, majd hozzátette, van nálunk bőven hely számotokra, az állatoknak, a takarmánynak. És akkor a szolga földig hajtotta magát, és imádta az örökkévalót. Azt mondja, áldott legyen az örökkévaló, a gazdámnak, Ábrahámnak Istene, aki hűséggel és szeretettel bánt a gazdámmal, és megtartotta ígéretét. Bizony ő az, aki engem, gazdám, testvérének, családjához vezetett. Gondoljátok el, az a lány jött, aki a családból való, az a lány jött, akinek a méhe foganóképes, az a lány jött, aki szép volt, az a lány jött, aki hajlandó volt. Ilyen, amikor Isten cselekszik. Ilyen, amikor ő csinálja. Amikor ő csinálja.
És tudjátok, ez is annyira jó. Rebekának odaadta az ajándékot. A tisztelet, a szeretet, az engedelmesség jár az embereknek. De az imádat kinek jár? Kinek jár egyedül az imádat? Az örökké való Istennek. Senkinek nem jár ezen a világon az imádat. Egyedül az örökké való Istennek. Egyedül öki. Egyedül az övé. Csak az övé. Nem embereké. Embereké az tiszteletem, a szívem, a szolgának. Ott volt Ábrahám felé. Egy nagyon mély szíve. De imádni, kit imádott Ruben? Az örökké való Istent. Egyedül őt imádjuk. A szívünknek az a része. Csak az övé. Mondjad, a szívemnek az a része, Uram, ami téged imád, csak a tiéd. Egyedül a tiéd. Halleluja. Halleluja. És mondja 200.000 forintot. 18.000 forint per gram egy arany. Esik? Akkor bocsánat, 110 gramot. Összesen, az összes arany. 2 millió forint aranyát kapott. De még utána kapott egy csomó mindent. Még a háznál is kapott csomó mindent. És amikor előadja Rebeka, vagy nem Rebeka, amikor előadja a szolga, ugye Lábánnak, meg a többieknek, Betuelnek, hogy ő hogyan vezette Isten, tudjátok, mit mondanak? Azt mondja, erre Betuel és Lábán így válaszolták, nyilvánvaló, hogy lépéseidet az örökkévaló irányította hozzánk. Ez nincs mit hozzátenni, és nincs semmit sem szólni ellene. Amikor Isten csinál valamit, ahhoz nincs mit hozzátenni. És még ők is azt mondták, tulajdonképpen olyan, mintha holnap azt mondanám, ó, megyünk valahova, viszem a lányt. Viszem. Egy fiúnak, akit még nem látott. És azt mondták, hogy olyan, annyira látszik, hogy Isten van veled, hogy ő vezeti a lépéseidet, hogy semmit nem tudunk szólni. Semmit. Tudjátok, amikor ott állsz, semmit nem tudnak majd szólni ellened. Mások is látják. És azt mondja, és búcsúzóul elengedik Rebekát. 1 Mózes 24:60. A családtagjai búcsúzóul így áldották meg Rebekát. Sokasodjanak utódait, húgunk. Ezerszer, ezerszer, tízezerig, és foglalja el az utódod az ellenségnek a kapuját. Tudjátok, mi volt az utolsó ígéret a Mória hegyén Ábrahámnak? És a te magod örökség szerint bírja az ellenségnek a kapuját. És itt a rokonok azt mondják, ugyanazt mondják, mint Ábrahámnak, a hegyen az Úr, hogy utódod bírja az ellenségnek a kapuját. És a romantikus rész, mindjárt befejezem, bírjátok még? Mózes első könyve, 24, 63, 67. Egyik este Izsák éppen kiment a mezőre elmélkedni. És amint fölnézett, messziről látta, hogy egy teve karaván közeledik. Rebeka is észrevette Izsákot, és távolból, és azonnal leszállt a tevéről. Megkérdezte a szolgát, Uram, kérlek, ki ez a férfi ott a távolban, aki felele? A szolgát is, Rebeka a szolgát is Uramnak szólította. Egy alázatos lány volt. Ő Izsák, az én uram, felelt a szolga. Ekkor Rebeka elfátyolozta magát.
Tudod, nem kifátyolozta magát, hanem elfátyolozta magát. Miután találkozott a szolga, mindenről beszámolt Izsáknak. Ez egy fantasztikus szolga. Rebekát Izsák bevezette abba a sátorba, amely Sáráé volt, aztán feleségül vett, és itt lesz egy mondat, Rebekát, és nagyon megszerette. Mondja, nagyon megszerette. És többé már nem szomorkodott Sára halála miatt, ezt nem kell mondani, mert ott volt neki Rebeka. Mondd csak, Ruben, akit az Úrad, meg lehet azt szeretni? Nagyon? Izsák János, akit az Úrad, meg lehet szeretni? Még ha van is... Márk, akit az Úrad, meg lehet szeretni? Halleluja. Jordán, akit az Úrad szeretni lehet? Még ha vannak ilyen néha rossz napjai. Tudjátok, milyen az, amikor olyat ad az Úr, hogy van benne valami, ami nagyon megkap. Akit, és azt mondod, hogy hát, látom a hibáit. De szeretem. Ilyen az, mik az Úrad. Én nem voltam, mint a feleség. Pásztor tudna beszélni, miket csináltam. De engem tudod szeretni. Engem. Ez az. Lehet, hogy azóta is gondolkozik, hogy jól tette. De a legjobb. Legjobb. Van, lesz benne valami. Ne izgulj. Ne izgulj. Lesz benne valami, amit nagyon fogsz szeretni. És akkor is, amikor végig cirkuszol egy hetet. Egy egészet. És már azt az igét mondod, hogy jobb a tetőormán lakni. Már ez jár a fejedbe. Nem is tudsz megvallást tenni, csak ez az egyike jár. Aztán jön a második hét. Az meg, ott meg csend van. Hagyjál békén. Azt se tudod, mi baja. Végül kiderül, hogy terhes. Mindent megbocsájtasz. Mindent. Te csak megjelenik a kétség. Mondod, hát csak tudják. Hát csak tudják, hogy kétség jelezi a hormont a szervezetben. A terhességi hormon. Terhességi, az a kétség. Szerzünk egyet a gyógyszertárból. Tehát ha egy csík nincs baba, ha kétség van baba. Most már tudják. És azt mondod, hogy két hét nehéz volt. Itt vágyat sincs már. De itt a baba. Megérte, Uram. Megérte. Tudjátok? Amit az Úr ad. Amit az Úr ad. Legyen a szolgálat. Gyülekezet. Feleség vagy férj. Valami benned, itt egész szelleg belül, szeretni fogja. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Milyen csodálatos. Milyen csodálatos. Szeretjük őt erről a helyről. Uram, akarunk jó szolgák lenni. Akarunk hinni abban, hogy te legjobbat készítetted el. És téged imádunk egyedül ezen a földön.
Téged szeretünk, Uram. Téd a szívünk, az imádatunk, és mindenünk. Csak egy refrént eléneklünk. Ezerszer mondom el, és csak a refrént. Mondom el a kedvedért, hogy úgy szeretlek, és nem cserélném fel én semmivel a nagy szerelmet. Hála és köszönet, mit szívem mélyére eredettél, minden nap dicsérlek téged. Már csak annyi, hogy amikor megismered az Urat, akkor rájössz, hogy őt nagyon lehet szeretni. Nagyon. Ezerszer mondom el a kedvedért, hogy úgy szeretlek, és nem cserélném fel, és semmivel nagy szerelem. Köszönet, mit szívem mélyére eredettél, minden nap dicsérlek téged, elkincsél. Ezért mondom el a kedvedért, hogy úgy szeretlek, és nem cserélem fel, és semmire. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárnyi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.